Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Kedden itt Fehérváron városszerte több workshopot is tartottak. Szó volt például az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán a duális képzésekről, mindemellett pedig mutatókról is szó esett, méghozzá a munkaerőpiac jelenlegi helyzetét tekintve. Emellett szó esik majd arról is, hogy mit is jelent pontosan a munkanélküliség 50 árnyalata. Tartsanak velünk! Az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának duális workshopján a 2017-18-as tanévben induló duális, valamint a már folyamatban lévő 3 évvel ezelőtt induló képzések kerültek napirendre. Györök György dékán kiemelte, hogy az egyetem számára az egyik legfontosabb, hogy továbbra is beágyazott oktatást végezhet, ami az ipari tevékenységhez kapcsolható. Mészáros Attila alpolgármester elmondta, nem csak az egyetem és a vállalatok, hanem a város jövőjének szempontjából is nagyon fontos a duális képzés, hiszen enélkül nem tudunk fejlődni, fogalmazott. Az alpolgármester példaértékűnek nevezte az eddig elért eredményeket a képzés tekintetében. Az első mérnök informatikus duális hallgatók már a 3. tanévüket végzik itt a Székesfehérváron, és azt gondolom, hogy most már csak nem 150 hallgató van ebben a képzési rendszerben, ami egy óriási lehetőség. Én nagyon köszönöm azoknak a vállalatoknak, csak nem 40 olyan cég van, aki partner ebben az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karával ebben a duális képzésben, hogy bíztak ebben a képzési formában és csatlakoztak ehhez a programhoz, hiszen azt gondolom, hogy mind a hallgatóknak, mind pedig a vállalatoknak ez egy óriási lehetőség és előny, hogy valamennyi alapszakon most már elérhető ez a duális képzés. Én azt gondolom, hogy ismerve a város munkaerő hiányát, ez egyik nagyon fontos módja annak, hogy ezt tudjuk csökkenteni, és azt gondolom, hogy a város pedig igyekszik az egyetem, illetve ehhez a kapcsolatrendszerhez az infrastruktúrát biztosítani, illetve nagyon komolyan részt veszünk abban a roadshow-ban, amelyel igyekszünk a fiatalokhoz minél hatékonyabban ezeket az információkat eljutatni. A munkaerőpiacon abszolút munkaerőhiány figyelhető meg, és hát ezt a munkaerőhiány nagyon nehéz pótolni több okból. Egyrészt azért látjuk azt, hogy van körülbelül 1 millió ember Magyarországon, aki folyamatosan fluktuál a különböző munkahelyek között. Ők alapvetően az alapfokú vagy középfok alatti végzettséggel rendelkező lakosságból tevő neki, és egyre nagyobb az igény a felsőfokú végzettséggel rendelkező emberek után. Igazából itt van egyfajta szakadék, azt kell, hogy mondjam, a kettő között, tehát a felsőoktatás az nem tud annyi ember termelni, mint amennyi ember az iparnak szüksége volna. Itt mindig az informatika hangzik el példaként, hogy 5-szer annyi informatikusra volna szükség, mint amennyi jelenleg a felsőoktatásban bent van. A duális képzés igazából abban segít, hogy amíg 3 év alatt elvégzik az egyetemet a fiatalok, utána nekik gyakorlatilag még 3 évbe telne az, hogy ők teljes értékű munkavállalóvá váljanak az adott vállalatnál. Hát ez a 3 év kerül az egyetemi 3 év mellé, és így gyakorlatilag párhuzamosan végzik a vállalati gyakorlatot az egyetemmel együtt. Tehát 3 év múlva, amikor kijönnek az egyetemről, ők már kész mérnökként tudnak a cégben munkát vállalni. Tehát akkor mondhatjuk, hogy az a tapasztalat legfőképpen, hogy aki duális képzésben vesz részt, tehát elhelyezkedik egy-egy cégnél gyakorlaton, akkor ő esetleg ott is maradhat, tehát kap munkát? Hát abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy a cégnek azért éri meg belefektetni abba a 3 évbe a hallgatóba pénzt és energiát, hogy megtartsa őt ott a vállalatnál. Amúgy rengeteg különböző modell létezik, tehát például a Siemens mondjuk Budapesten, ő vállal úgynevezett béroktatást is, tehát az ő infrastruktúráján, az ő szellemi állományával kiképzik a hallgatókat, viszont tudatosan a Siemens adott esetben a saját beszállítóinak képzi ezeket a hallgatókat, akik utána már tisztában vannak azzal, hogy a Siemensnél milyen sztenderdeknek, milyen eljárásoknak kell megfelelni, és ezt a tudást amúgy elviszik a beszállítóhoz is, aki ezáltal nyilván sokkal jobb szolgáltatást tud majd a Siemens irányába nyújtani. Tehát, hogy egyfelől egy ilyen része is van, de amúgy alapvetően igen, saját utánpótlásra képzik a hallgatókat a cégek. A Kapocs munkaerőpiaci szolgáltató iroda workshopján pedig pályaválasztási tanácsadással készültek az előadók a Fehérvári Civil Központban. Ezen belül például a megfelelő önéletrajzok elkészítéséről is szó esett.
Mi próbáljuk segíteni, hogy mik azok az információk a munkáltatók számára, amikor egy önéletrajz már felkelti az érdeklődésüket, és egy önéletrajz alapján be fogják hívni őket állásinterjúra. Mi azt közvetítjük az ügyfeleinknek, hogy az önéletrajz gyakorlatilag egy első belépő egy munkahelyre, a legelső benyomást azzal tudják önmaguk iránt felkelteni, és tapasztalatunk az, hogy egy jól megírt önéletrajz után nagyobb az esély egy személyes találkozóra, ahol már igazából önmagukat tudják bemutatni, és azt, amit a papíron ezek a nyers adatok tartalmaznak. Azért itt az önéletrajzon kívül nyilván más fontos tényezők is vannak. Miben tudnak még önök segíteni a pályaválasztás kapcsán? Tapasztalatunk szintén azt mutatja, hogy nagyon-nagyon sokan fiatalkorukban beleszeretnek egy pályába, beleszeretnek egy szakmába. Aztán az élet azt mutatja meg, hogy vagy nem keresett az a szakma, amit választottak, és nem tudnak elhelyezkedni, vagy kipróbálták önmagukat benne, és rájönnek, hogy mégsem ez az, ami az ő személyiségükhöz, az ő habitusokhoz illik. Ilyenkor átbeszéljük velük, hogy mi az, amihez lenne igazából kedvük, mert az nagyon-nagyon fontos, illetve próbáljuk fölmérni azt, hogy reálisak legyenek a célok. Tehát, hogyha valaki nagyon-nagyon szeretne orvos lenni, de igazából mi azt látjuk, hogy ő akár egy óvónőnek jobban megfelelne, vagy akár ha valaki azt mondja, hogy ő gyárban szeretne dolgozni, de látjuk, hogy ő vibrál, tele van energiával, tehát nem menne az a monoton munka neki, ezeket átbeszéljük, és elképzelhető, hogy tudunk neki egy olyan lehetőséget mondani, ami felkelti az érdeklődését, és sikeressé válhat benne. És ha jól emlékszem, a munkanélküliség 50 árnyalata ilyen címmel is tartanak előadást. Ez mit akar majd pontosan? Hát igen, a címet egy kicsikét onnan kopisztuk, ugye, hogy van a szürke 50 árnyalata, nem abból az aspektusból fogjuk megközelíteni mi a munkanélküliséget, de nagyon-nagyon sok árnyalata van. Nagyon-nagyon sokan azért nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, mert elavult a szakmájuk, vagy azért, mert az egészségi állapotuk valamilyen szinten megromlott, vagy azért, mert pici gyermeküknek az elhelyezéséről nem tudnak gondoskodni, vagy azért, mert idős szülőjük van, akit ápolni kellene, az időskora miatti problémákra nem mondják még azt, hogy ápolási díjra jogosult lenne a hozzátartozó. Nagyon-nagyon sokan bejelentkeznek álláskeresőnek, regisztráltatják magukat a munkaerő piacra történő visszailleszkedés szempontjából, de azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok embernek kényszerpálya a munkanélküliség. És ezeket az árnyalatokat szeretnénk bemutatni, hogy mik azok az életben előforduló árnyalatok, amik nagyon sokszor ténylegesen akadályozzák azt, hogy ők munkába tudjanak állni. És második alkalommal szervezett műhely konferenciát a Fejér megyei önkormányzat konzorciumi partnereivel, az Eko Innovációs Műhellyel és a Fejér megyei kormányhivatallal együtt a foglalkoztatási gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében című pályázat keretében. A rendezvényen tájékoztatták a résztvevőket arról, milyen eredményeket értek el a projekt megvalósítása kapcsán. Elindult a stratégia megvalósítása, szabad utat kaptunk az irányító hatóságtól, foglalkoztatottak bevonása, képzési támogatás és támogatott foglalkoztatás keretében elindult a 2017. augusztus 1-től. Elég szerencsétlen időszak, mert nyáron nagyon kevés munkavállalót lehet felkutatni, inaktívat. Ugye az idény munkából a fekete munka miatt nehéz őket bevonni. Bevonás tekintetében azt mondhatom, hogy elég jól állunk a mutatók, indikátorok számát, hogyha nézzük. Pontos indikátort a kormányhivatal tud adni. Én azt tudom, hogy eddig sikeres volt minden járásban. Mi a célja a workshopnak? A workshopnak bemutatni egyrészt, hogy hol tartunk a bevonással, mi valósult eddig meg. A topos forrás, ami adja a megyei konferenciának a apropóját, a stratégiát határozta meg, egy hosszú távú foglalkoztatási stratégiát 2030-ig, és ehhez kapcsolódóan vannak kiegészítő források, amit az EFOP és a GINOP programok biztosítanak, hogy meg tudjuk valósítani a stratégiában meghatározott célokat. Ugye az EFOP programok adnak lehetőséget a célzott projektekre, úgy, mint a nők foglalkoztatása, a fiatalok bevonása és a hátrányos helyzetű munkavállalók bevonása. A GINOP források viszont arra adnak lehetőséget, hogy az inaktívakat felkutassuk.
nem akarok belemenni a számokba, de nagyon sok olyan inaktív van, akiről nem tudunk, nincs az ellátórendszerben, köszöni szépen, jól van, vagy azért, mert nyugdíjkorhatár előtt van, vagy azért, mert nincsen, nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, vagy egész egyszerűen azért, mert kiábrándult, hogy nem tudnak neki személyre szabott szolgáltatást adni. A kinom forrásból egy ilyen bevonást tudunk megvalósítani, és a topos forrásból tudjuk a képzési támogatást és a támogatott foglalkoztatást biztosítani. A műhely konferencián Máler Balázs a demográfiai mutatókról számolt be. Gyakorlatilag demográfiai tekintetben nem sok jóval tudok szolgálni, de ez nem Fejér megyei probléma, hanem egész Európában jellemző az előregedés és az elvándorlás, legalábbis Fejér megyéből, szűkebb környezetünkből, sajnos szűkebb környezetünkből, sajnos ez csökkenti elsősorban a munkaerőpiaci hatékonyságot, hiszen számba kell venni azt, ugye, hogy valamilyen mennyiségű munkaerőnek rendelkezésre kell állni, hogy a gazdaság hosszú távon fejlődőképes legyen, illetve fejlődőképes maradjon. Nagyon röviden számokban, például az elmúlt 10 évben Fejér megye lakossága kb. 11 ezer fővel csökken, míg a munkaképes korúak csökkenés az 12 ezer fő volt. Tehát nagyobb a munkaképes korúak csökkenése, mint a megyei népességnek a csökkenése. Az elvándorlás okozza ezt elsősorban, és ugye a munkaerőpiaci szempontból azért hátrányos ez számunkra, mert a munkaképes korú, a jól képzett, a kúrens képzéssel vagy képzettséggel rendelkezők mennek el leginkább. Gazdasági tekintetben azt gondolom, hogy nincs okunk panaszra. Fejér megye gazdasága a negyedik legerősebb az országban, azt gondolom, ez egy jó mutató. A legnagyobb cégek, a legnagyobb foglalkoztatók a feldolgozóiparban vannak, ami technológiai igény, fejlesztés, kutatásfejlesztés igényes, ami szintén hosszú távon meghatározó és jó nekünk itt a megyében. Azonban oda kell figyelni a hosszú távú trendekre is. Megjelent az ipar 4.0, erről nagyon sok helyen lehet most már hallani, az automatizáció, a digitalizáció korszaka következett be, és ez egyre erősebben rányomja a bélyegét mind a munkaerőpiacra, mind pedig az iparnak a fejlődésére, a hosszú távú hatékonyságára. Mi lehet az oka annak, hogy azért a megye, mondhatjuk, hogy ilyen jó helyen áll? Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyen van, tehát hogy logisztikai szempontból kitűnő helyen van egyrésztről, másrésztről meg. Van egy olyan 40-50 éves ipari múltja, amire lehetett építkezni, és amire sikerült is azért valamelyest építkezni, azt gondolom. Máler Balázs hozzátette, fontos hangsúlyt kell fektetni a szakképzettek hiányára, mert az hosszú távon visszafoghatja a megye fejlődését. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, további jó éjszakát, viszontlátásra!